Sziasztok! Üdvözlünk benneteket a FitPoint legújabb epizódjában, amelyben egy kicsit jobban körüljárjuk a fogyás témáját. Netán úgy döntöttek, hogy tovább formáljátok az alakotokat, és szeretnétek minél hamarabb megszabadulni a hasatokon lévő zsírpárnáktól? Ebben az esetben lassítsunk le egy kicsit, és mielőtt még több száz hasprést kezdenétek végezni, gyertek és nézzétek meg ezt a mai videónkat, hogy megtudjátok, hogy egyáltalán szükség van-e arra a több száz hasprésre. Talán megfoglatni benneteket, hogy mi a garantált mondja annak, hogy megszabaduljatok a hasatokon lévő zsírtól, amely biztosan segít nektek is. Oké, akkor vágjunk is bele! A legalább részben látható hasizmok elérése sok sportoló és számos egészséges életmód szerelmesének az álma. De amikor az embereket szó szerint cikkekkel bombázzák, amelyeket garantált tippeket láthatók a lapos has elérésére mindössze 7 nap alatt, könnyen azt a benyomást kelthetik, hogy a kockás has elérése olyan egyszerű, mint egy zsugor vizet hazavinni a boltból. Talán emiatt vágnak bele az emberek mindenféle kihívásokba, extrém diétákba, méregtelenítésbe és edzéstervekbe, amelyekből gyors eredményeket várnak. De amikor a dolgok nem a tervek szerint alakulnak, általában a következő megállapítással adják fel, úgy sem volt semmi értelme. Ha megszabadultok a felesleges zsírtól a hasatokról, vagy bárhol a testeteken, annak óriási előnye van az egészségre, az önbizalomra és a testképpel való általános elégedettségre nézve. A zsigeri és bőr alatti zsírfelesleg az inzulinrezisztencia, a kettes típusú cukorbetegség és a szívbetegség kialakulásának nagyobb kockázatával jár. Tehát mi a különbség a zsigeri és a bőr alatti zsír között? A zsigeri zsír a belső szervek körüli hasüregben található, ahol védőrétekként is szolgál a mechanikai sérülések ellen. A bőr alatti zsír, ahogy a neve is sugalja, a bőr alatti szövetekben helyezkedik el a bőr és az izmok között. Mindannyian könnyen érezhetjük bőrredő formájában. Az emberek pedig általában inkább az esztétikai, mint sem az egészségügyi oldalaival vannak tisztában. Valójában Mennyi zsír nevezhető a testen normálisnak? Egy átlagos egészséges fiatal férfi esetében a testzsír értéke megközelítőleg 20%, míg egy egészséges fiatal nő esetében ez a mennyiség akár a 30%-at is elérheti. Mindkét esetben azonban már a túlsúly határán vagyunk. Amikor az emberek szeretnének megszabadulni a hasukon lévő zsírtól, szinte azonnal apró hasprésekkel, felülésekkel vagy egyéb hasizomgyakorlatokkal kezdik. De legyetek óvatosak! Mi történik az izmokkal, ha a saját testtömegetekkel vagy súlyzót használva erősítitek őket? Jól sejtitek, a méretük és az erejük növekszik. Alapvetően ugyanez történik, ha a hasatokat edzitek. A hasizmok erősítése nem a hasi zsír eltüntetésének módja. Szerencsére mindannyiunknak megvan a legendás hasizma, csak egy néhány embernél ez nagyobb testzsír réteg alá van rejtve. Ez azt jelenti, hogy a has erősítése értelmetlen? Abszolút nem. A hasizmok edzésével az erejük és esetleg a térfogatuk is megnő, csak ehhez még szükséges a has bőr alatti zsírrétegének csökkentése is. Tényleg szép lenne, ha a has vagy a láb edzésével megszabadulhatnánk a zsírtól, ezeken a területeken, sajnos a testünk azonban nem így működik. Annak érdekében, hogy megmutassuk, milyen hatással van a hasizmok erősítése a hasi zsír eltüntetésére, a tudomány segítségét fogjuk igénybe venni. Az amerikai Illinois állam egyik egyetemén összesen 24 önkéntest osztottak véletlenszerűen két csoportba. A vizsgálati csoport azt a feladatot kapta, hogy 7 hasizom gyakorlatot végezzen két sorozatban, egyenként 10 ismétléssel, heti 5-ször 6 héten keresztül, míg a kontrollcsoport egyáltalán nem edzette a hasát. Mindkét csoport gyakorlatilag ugyanannyi energiát fogyasztott, mint a kutatás előtt. Nos, mit fedeztek fel? A kontrollcsoporthoz képest a vizsgálati csoport a hasizmok erejének és az izmok állóképességének növekedéséről számolt be, de nem ért el veszteséget a teljes testzsír vagy a hasi tekintetében. Ezek az emberek bizonyára dühösen voltak, hogy minden nap edzették a hasukat, hogy megszabaduljanak a hasi zsírtól, de az nem ment sehová. Egy másik tanulmány egy 27 hetes edzésprogramot tesztelt, amely egy progresszív felülési gyakorlatból állt. A 13 résztvevő férfi mindegyiket több mint 5000 ismétlést végzett. Mit állapítottak meg a tudósok? A testtömeg és a testzsír százalék egyáltalán nem változott, ahogy a hasi bőredő mérete vagy a zsírsejtek mérete sem a vizsgált területen. Az utolsó tanulmány amelyet megnézzünk, 40 túlsúlyos vagy elhízott nőt és egy 12 hetes program hatását vizsgálta a testarányok megváltoztatására. A nők mindkét csoportban betartották az étrendi tanácsokat, de a kísérleti csoport tagjai ezen felül hasizom edzést is végeztek. És milyen eredményeket kaptak? Már valószínűleg sejthetitek. A nők mindkét csoportban nagyjából ugyanannyi zsírt vesztettek. Továbbá a tudósok ismét nem találtak különbséget a csoportok között a hasi zsír csökkentése tekintetében. Talán azon is elgondolkodtatok, hogy a test melyik területéről tűnik el először a zsírfogyás során. Az igazság az, hogy nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, de miért is merülhet fel bennetek a kérdés. Próbáljuk meg megfejteni. Ahogy nincs befolyásunk arra, hogy a testünk hol tárolja elsősorban a zsírt, úgy arra sincs lehetőségünk, hogy eldöntsük, honnan bontsa le azt először. A férfiak esetében a hasonlévő, nagyobb mennyiségű zsír alacsonyabb tesztoszteron szinttel és megnövekedett kortizol koncentrációval jár. A nők ezzel szemben a comb és a fenék területén hajlamosabbak a zsír tárolására, amit elsősorban az ösztrogén női nemi hormonnak köszönhetnek, ami ezzel a tényel is összefügg. De ez túl lenne, nem igaz? A többi hormon, a genetika és az általános életmód is mind bonyolultabbá teszik ezt a kérdést. Valakinek szerencséje van, és megnyerte a genetikai hormonális lottót, és a zsír egyenletesen rakódik le és bomlik le az egész testükön. Másrészt léteznek olyanok is, főleg a már említett tényezők miatt, akinek a szervezete elsősorban a combjukból, fenekükből, hasukból, vagy a nők esetében a mellükről bontja le a zsírt. Sajnos nincs módunk befolyásolni, hogy a zsírt Honnan fog először lebomlani a fogyás során? Egyszerűen türelmesnek és kitartónak kell lennetek. Ezért nincs értelme megpróbálni a testünk egy bizonyos részéről fogyni, mert ez egyszerűen nem lehetséges. Személy szerint nagyon szeretem a következő analógiát, amely valószínűleg a lehető legjobban megmagyarázza az ideális súlycsökkentés forgatókönyvét: lefogyni egy adott testrészről a testrész gyakoribb edzésével olyan, mint egy vödör segítségével megpróbálni kiüríteni a vizet a medence egyik sarkából. Ha még mindig kétségeitek vannak, menjetek el a legközelebbi medencéhez és próbáljátok ki magatok! Most, hogy megértettük, hogy nincsenek csodálatos módszerek a nem kívánatos hasi zsír eltüntetésére, nézzük meg alaposan néhány régi és jól bevált varázslatot. Ezek tényleg működnek, csak első látásra nem annyira szexisek. Tehát milyen tanácsok működnek, ha hasi zsír eltüntetéséről van szó. Az egészségesebb étrendhez nagyon mennyiségű zöldség, gyümölcs, kiváló minőségű fehérje, zsír, szénhidrát és rost társul. Így könnyen csökkenthetitek a magas kalóriatartalmú és feldolgozott élelmiszerek, például különféle édességek, sós harapnivalók és gyors ételek bevitelét. Ha lemondatok az alkoholról, vagy legalább korlátozzátok annak fogyasztását, több száz kalóriával csökkenthetitek a napi kalóriabeviteleteket, és megkímélitek magatokat a reggeli fájfájástól. Ennek köszönhetően valószínűleg spontán csökkentitek az energiabevitelt, és úgy kezdetek el fogyni, hogy észre sem veszitek. A népszerű kalóriadeficit valóban kulcsfontosságú a sikeres fogyáshoz. Az étkezési szokások és a különböző étrendek csak hétköznapi eszközei a kalóriadeficitnek. Jó kiindulópont, ha körülbelül 10-20%-kal kevesebb kalóriát fogyasztatok, mint korábban. Ha nem tudjátok, hogy hogyan számítsátok ki az optimális kalóriabevitelt, akkor a videó alatt találhattok egy linket az online számológépünkhöz, amely segít mindebben. A következő fontos lépés a megfelelő fehérjebevitel amely számos funkciót befolyásol a szervezetünkben, beleértve az izomnövekedést és az étkezés utáni nagyobb jól lakottság A fehérje segíthet akár az édesség utáni vágy kontrollattartásában is. Ha problémáitok vannak a megfelelő fehérjebevitellel, akkor egy kiváló minőségű teljesavó vagy növényi eredetű vegán fehérje nagy segítséget jelenthetnek nektek. A komplex erősítő edzés ideális az alak megváltoztatásához növeli az általános erőt és az izomnövekedést, amely segít a vonzó alak kialakításában és a hasizmok fejlesztésében is. Ne felejtsétek el hetente háromszor minőségi erősítő edzést végezni, és amíg a legfontosabb, legyetek türelmesek és következetesek. Míg az erősítő edzés erősíti és formálja az alakot, addig bármely állóképességű sport nagyszerű módja annak, hogy növeljétek az elégetett kalóriák számát. Nem kell azonnal a kerékpározás vagy a futás rajongójává válnatok, csak próbáljatok meg minden nap olyan ajárok sportot végezni, amelyet élveztek és szerettek. Menjetek el egy hosszú sétára, sajátatok, próbáljatok ki a sífutást, vagy menjetek úszni a változatosság kedvéért. Egy átlagos, egy órás futással több mint 500 kalóriát égethettek el, és ez nem kevés, nem igaz? Az is fontos, hogy a nap folyamán a lehető legtöbb természetes mozgást végezzétek. Ez segít abban is, hogy több kalóriát égessünk el, és megkönnyítsük a fogyást. Próbáljátok meg minél többet gyalogolni, ahelyett, hogy a liftet és a mozgó lépcsőt használnátok, lépcsőzzetek, vagy esetleg kezdjetek el másképp tekinteni a házi munkára, mivel ezek lényegében egyfajta köredzésnek nevezhetők. Ti mozogtok eleget természetes módon a nap folyamán? Vagy inkább csak ültök egész nap? Éjszakánként 7-9 órát kellene aludnotok az optimális szint, valamint az éjségérzet és jól lakottságért felelős hormonok, nevezetesen a leptin és a grelin optimális szintjéhez, emellett a kognitív funkciók és az erős immunrendszer fenntartása érdekében. Ügyeljetek az alvás minőségére, és ne felejtsétek el, hogy nem elegendő, ha hétvégén próbáljátok meg behozni az elmaradt alvást. Végül, de nem utolsó sorban, ha kevesebb mindennapi stressz ér benneteket, a kortizol stresszhormon szintjét is csökkenthetitek, amelynek köszönhetően értelemszerűen nyugodtabbak lesztek, illetve ellenállóvá válik az immunrendszeretek, és kiegyensúlyozottá válik hormonrendszeretek. A kortizol magas szintje a hasi területen jelentkező zsírlerakódások nagymértékű növekedésével szintén összefüggésben áll. Kezdésként próbáljátok meg gyakrabban sétálni a természetben, vagy próbáljátok ki a hidegvizes terápiát. Vajon elő lehet valahogy segíteni a hasi lebontását? Hívjuk újra segítségül a tudományt! Egy tanulmány azt vizsgálta, hogy a zsírszövet elhelyezkedése kapcsolódik-e valamilyen módon a feszültség alatt álló izom energialefedettségéhez. A tudósok összehasonlították a bőr alatti zsír változásait a feszültség alatt álló izom közelében. A feszültség alatt álló izom közelében lévő bőr alatti zsírban fokozott vérkeringést és lipolízist figyeltek meg, függetlenül a gyakorlat intenzitásától. De van-e ennek valami valódi hatása a mindennapi életben? Sajnos nincsen. Ez a hatás olyan csekély volt, hogy az általános életmódhoz és a súlycsökkentéshez kapcsolódó összes egyéb tényezőhöz képest egészen jelentéktelen. Más tanulmányok, az erősítő edzés, és az azt követő kardió enyhe pozitív hatását jelzik. Egyszerűbben fogalmazva, ha erősítő edzést végeztek a felsőtesteteken, majd kardióztok, akkor valószínűleg egy kicsit több energiát merítetek a test felső részeiben található zsírtartalékaiból. Ez a hatás azonban még mindig alacsonyabb, mint minden más felvétel, amelyek befolyásolják a sikeres fogyást, és inkább potenciális biohacking módszernek nevezhető. Fogyásnál mindig az elégetett és a bevitt kalória aránya a lényeg. Jól jöhetnek a kiváló minőségű anyagcserefokozók is, amelyek aktív összetevőket tartalmaznak, hogy növeljék az energiafelhasználást pihenés és edzés közben. Egyes összetevők pozitív hatással lehetnek a gyulladásokra és a koncentrációra is. Segítségükkel intenzívebben edzhettek, és még nagyobb terheléssel tudtok megbirkózni, amely jelentősebb mennyiségű elégetett kalóriát jelenthet. Nos, ez minden a mai epizódból, fiúk és lányok. És mi ebből az egészből a tanulság? Főleg az, hogy nincs olyan gyakorlat, amely gyorsan eltávolítaná a nem kívánatos zsírt a hasunkról, vagy álmaink kocka hasát varázsolná oda. Mindannyiunknak vannak hasizmai, csak egyeseknek egy nagyobb bőr alatti zsírét alá van elrejtve. Ha egy racionális edzéstervet és étrendet választotok, mozogtok, amikor csak tehetitek, és az alvás prioritással válik, akkor már jó úton jártok, hogy lefogyjatok a hasatokból, és csökkentsétek a testzsír mennyiségét. Lehet, hogy ez nem egy-két hétig tart, de idővel tartós és hosszú távú eredményeket érhettek el. És ezért már megéri egyetértetek? Van valamilyen tapasztalatotok a hasi zsírról való megszabadulással kapcsolatban? Osszátok meg velünk kommentben, hogy konkrétan mi segített nektek a legjobban. Várunk benneteket a következő információkat a FitPoint epizódokban. Sziasztok, és legyen szép napotok!